Hello mindenki, itt vagyunk a Photoshopban, és többen kértétek, hogy legyen szín egyeztetésről videó, vagyis arról, hogyha két különböző kép elemeit összevagdossuk egymásba, és azoknak eltérő a világossága, a kontrasztja, a színezete, meg a szintelítettsége, akkor a kettőnél ezt hogy hozzuk össze. Úgyhogy most választottam nektek két különböző képet. Itt van ez az esti hideg, kékes hangulatú Fotónk, ez lesz a hátterünk, és elé pedig bevágjuk ezt a macit. Most igazából a vágás, meg hogy ez a két téma mennyire illik össze, eléggé lényegtelen. A lényeg, hogy ez a kettő színben, szintelítettségben, színezetben, stb. passzoljon egymáshoz úgyhogy a kivágással, összemontirozással nem fogok annyit foglalkozni, ezt más videókban megnézhetitek, akár tőlem is. Először is kijelöljük ezt a képet a Ctrl-A-val, a teljes fotót, majd pedig a Ctrl-C-vel vágólapra másolom, átváltok a következő képre, és Ctrl-V-vel szépen ide helyezzük, akár be is méretezheted, Ctrl-T, vagy hová szeretnéd tenni, egy kicsit így lógjon ki. Nagyjából így oké okay is, megnyomjuk a pipát, és kivághatjuk a macit. Erre itt most a Quick Selection tool fogom használni. Gyors módszer. Nagyjából kijelölgetjük a maci területeit. És persze esetleg finomíthatod, mondjuk itt a Select and Mask-ben, például egy kis fedört adunk hozzá, vagyis mosunk rajta. Egy kis smooth beállítás még talán egy picit bejebb húzzuk. És leokézom. Szóval ezzel most olyan sokat nem fogunk foglalkozni, ide kattintunk a réteg létrehozására, és a macink már is ki van vágva. A lényeg, amiről ez a videó szólni fog, hogy hogy hozzuk színekben össze, meg nagyjából világosságban is ezt a két képet. Alapvetően négyféle dolog tud különbözni két különböző képnél. Egyrészt a kettejüknek a színezete. Hát ebben az esetben eléggé ez nagyon-nagyon kékes, ez inkább ilyen barnás-sárgás. A szín telítettsége, vagyis a szaturációja, a színeknek az erőssége, hogy mennyire színes valami. Ezt így szemre megállapítani nem lehet olyan egyértelműen, mint az előbb a színezetet, de talán a maci szín mint ez a kicsit szürkésbe hajló kék háttér de majd meglátjuk. Természetesen a kettejük világosságát is be kell majd állítanunk, illetve nem árt a kontraszt beállítást sem. Ahhoz, hogy színezetet és szintelítettséget tudjunk állítani, például ezen a felső rétegen, vagyis a macin, amit egy kicsit azért arrébb pakolok, na a füléből nőjön ki az a lámpa, mondjuk valahová ideit jobban mutat. Szóval, hogy a színezetét, szintelítettséget be tudjuk állítani, ahhoz, van nekünk egy nagyszerű eszközünk, amit korrekciós rétekként is rá tudunk tenni, mégpedig úgy, hogyha ide kattintok erre az ikonra, itt találom, és ez a Hue Saturation rétegünk, benne van a nevébe. Hue, vagyis színezett saturation, vagyis szintelítettség állítás. Rákattintok és meg is kapjuk az ablakát, amiben be tudjuk állítani akár szemre is, hogy például a színezete annak a macinak jóval hidegebb legyen, tehát a kék felé tendáljon, és a szintelítettségét is, de nem muszáj annyira szemre dolgoznunk, lehet egy kis segítségünk is ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos, még mielőtt ezt elkezdenénk, hogy a Hue Saturation réteget rendeljük hozzá segédrétekként az alatta lévő mackó képhez. Tehát csak ezen szeretnénk állítani, mivel hogyha így állítunk rajta, akkor ugye a háttér rétegére is hatással lesz, viszont hogyha rákattintok erre az ikonra, és itt megjelenik egy ilyen lefelé mutató nyíl, akkor csak az alatta lévő egyetlen rétegre lesz hatása. Tehát így már csak a macinak a színezete fog például változni. A vizuális segítségünk az nem más, mint az összhatás módunk. Ha a maci rétegre kattintok, és itt az összhatás módok között beállítom a hue-t, kezdjünk először a színezet beállítással. Már is látható, hogy mekkora eltérés van a kettő között. Úgy tudod a színezetet például szépen beállítani, hogy ezután visszakattintasz duplán a fölötte lévő rétegre, vagyis a hue saturation csúszkáinkra, a beállításainkra, és... Most a csúszkát addig húzzuk, amíg a színek egészen nem passzolnak ezen a képen. Tehát eltűnik a macinak nagyjából ez a szellemképe. Ez valahol valahol itt van. Maradtak még foltok, ott valószínűleg egészen más a színezete a képnek, de úgy nagyjából. Nincs mindig ilyen szerencsénk, hogy ilyen nagyon egyöntetűen egy színezetű egy kép, tehát mit tudom, hogy bevágsz egy embert, akinek mondjuk zöld pólója van, de az arcbőre az már biztosan nem zöld, legalábbis reméljük. Úgyhogy így a színezetét összehozni nem lesz olyan könnyű, mint ennél a képnél, de ha ilyen egyértelmű az eset, illetve a kép nagy részét sikerül így szépen belemosnunk a Hátterébe, ezzel a csúszka állítással, akkor úgy nagyjából már biztosak lehetünk benne, hogy színezet az egészen biztosan stimmelni fog a hátterével. Szóval a hú csúszkát azt ide kell állítanunk, ahhoz, hogy a macink is ugyanolyan kék legyen és ezután visszakattintunk megint a maci rétegre, most már nem a hue, hanem az alatta lévő saturation összhatásmódot választjuk. Itt is látszik, hogy van egy kis eltérés, tehát nem teljesen mosódik bele a hátterébe, egy kicsit világosabb, vagyis szintelítettebb úgy átlagban, úgyhogy visszakattintunk megint a felső rétegre, és ezúttal a saturáció csúszkát állítjuk minuszban, addig, amíg úgy nagyjából kezd eltűnerezni, és sajnos teljesen nem lehet megoldani, mert itt már azért komolyabb eltérések vannak szintelítettségben, de úgy nagyjából, ahol talán a legjobban beleolvad. Próbálkozz, néz végig, hogy a csúszka mely állásában a legészrevétlenebb. És állítsd oda! Van itt nekünk egy lightness csúszkánk is, vagyis egy világosság csúszkánk, tehát megtehetjük harmadikként azt is, hogy megint visszakattintunk ide, kiválasztjuk ezúttal a luminosity, vagyis a világosság összhatásmódot, és visszakattintva duplán itt a lightness-t állítjuk be, vagyis a világosságát. Ennek az az egyetlen problémája, hogy kizárólag világosságot állít, kontrasztot például nem. De úgy nagyjából valamit beállíthatunk így is és ha ez megvan, akkor ne felejts el még utoljára ide visszajönni, és a luminosity helyett beállítani az eredeti normál állapotot. És a macink szint és színezetben egészen biztosan jó a hátteréhez képest. Viszont a világosság az nem az igazi, úgyhogy még egy másik korrekciós réteget is fogok használni. Ez vagy a curves, vagy a levels legyen, jó lesz a levels is, ezzel nagyon szépen be tudod lőni most már inkább szemre, hogy milyen legyen a világossága és a kontrasztja ennek az előtér rétegnek. De itt se felejtsd el bekapcsolni ezt a gombot, hogy ez a rétegünk, ez a korrekciós rétegünk csak erre az egyetlenre legyen hatással. És mondjuk a világosságon egy kicsit emelünk idáig, ahol itt elkezdődik. Aztán persze a középtónusok világosságát visszavesszük, és mivel egy elég kontrasztos, nem annyira sötét a hátterünk, ezért így a feketékből tompítunk jócskán. És még sötétedhet. Hát valahol itt. Hát így megy erre felé a színegyeztetés. Remélem, hogy tudtam segíteni. Ha tetszett, akkor ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, like illetve feliratkozni a csatornámra ha még ezt eddig nem tettétek szép fényeket sziasztok